Üdvözlöm a kedves nézőket, újra itt vagyunk, újra itt van augusztus 20-a, és a Zöldházak cukrászda és jó magam, illetve a csapatommal elkészítjük újra az ország tortáját, amiről szeretnék egy picit beszélni, hogy az ország tortáját ebben a pillanatban most egy rendhagyó műsor keretében fogjuk csak bemutatni önöknek, nem elkészíteni, hiszen a recept az december 31-ig titkos. Az ország torta versenyét azt már évek óta megrendezik, a magyar állam a Cukrászok Országos Ipartestületét minden évben felkéri arra, hogy készítse el az ország tortáját, és a nemzeti ünnep alkalmával mutassa ezt be. Ezt mi is be fogjuk mutatni itt Cegléden, a cukrászda teraszán. Remélhetőleg a Jóisten segít nekünk abban, hogy az idő ennek megfelelő legyen, hogy önök el tudjanak jönni hozzánk, és meg tudják kóstolni ezt a igazán finom tortát, mondhatom ezt a remek művet. A torta megalkotója Vaslóczky Orsolya, a horvát cukrászda főcukrásza, nagyon-nagyon jó és ügyes szakember. Nyilván van egy másik kategória is a tortákon belül, ugye az ország tortán belül megrendeznek egy úgynevezett cukormentes kategóriát. Őt az idén a Zazi cukrászda tortájával szóval minden évben A normál kategória mellett minden évben megrendezik az ország cukormentes tortája versenyét is. Idén az Zazi cukrászda Pöttyös Panni nevezetű gyümölcsös tortája nyerte. Sajnos őt mi nem fogjuk elkészíteni, mi csak a hagyományos ország tortáját fogjuk elkészíteni, ami az idén a balatoni Habos-Mogyoró nevet viseli. És ebből már lehet tudni azt, hogy miből készül a torta. Nem nagy titok, ide készítettük az alapanyagokat az asztalra, hát ugye nagyon fontos, ha egyszer Habos-Mogyoróról beszélünk, akkor Mogyoró. Mogyoró másik változatban, pörkölve aprítva, hiszen ezek szükségesek így a tortához, illetve ezt még egy őröléssel, mogyoró liszté alakítjuk, szitálással egyforma kis kristályokat szitálunk a mogyoró lisztből, ami ugye visszakérdezem, mogyoró liszt, mivel másabb mondjuk, mint a liszt? Hát abban másabb, hogy a mogyoró liszt nem egy nagyon nagy csoda, egészen egyszerűen őrölt mogyoró. Csak mogyoró lisztnek hívják, hiszen majdnem ilyen liszt finomságúra kell őrölni. De nyilván ugye, amit mondtam, előtte meg kell pörkölni a mogyorót, azért, hogy egy bizonyos, karakteres, mogyorós íz kialakuljon. Tehát bemutattam azt, hogy a mogyoró az alapja a tortának. Lehet tudni a mogyoróról azt, hogy nagyon sokak számára sajnos ez egy allergén, ők ezt a mogyorós tortát ezt sajnos nem fogják tudni fogyasztani. Viszont aki a lisztre allergiás, annak, tehát szándékosan mondtam, aki a lisztre allergiás, az viszont fogyaszthatja, hiszen a torta semmilyen formában lisztet nem tartalmaz. Nem lehet gluténmentesnek hívni, hiszen itt az üzemünkben belül használunk azért a másik termékekhez lisztet, tehát abszolút nem mondom azt, hogy gluténmentes, viszont hozzáadott lisztet a torta nem tartalmaz. De azt mondtam, hogy balatoni habos mogyoró. Mitől habos az a mogyoró? Hát a tejszíntől. Lesz benne tejszínhab, lesz benne egy angol hab, lesz benne egy angol krém, lesznek benne nemes anyagokból például tejcsokoládé, egészségtudatos táplálkozásnál barna cukor, és hogy ezt az egész érdekes ízt egy picit így pikánsabbá tegyük, lesz benne egy enyhén sós tejcsokoládés karamellréteg, és hogy még egy csavart tegyünk bele, fekete ribizliből készítünk hozzá egy kis zselét. Ezek a rétegek váltakoznak, alul a tészta, benne a fekete ribizli zselé, a tejcsokoládés mogyorós karamellréteg, és ezt összefogja gyönyörűen egy mogyorós mousse, de a tortát meg fogom önöknek mutatni, tehát nem maradnak le semmiről. Szükségünk lesz még tejszínre, és egy kis kristálycukorra is, hiszen ugye a felvertünkhöz kristálycukrot fogunk használni. Kedves nézőink, a torta receptje az nem azért titkos, vagy nem azért titkosították annyira, mert hogy nagyon bonyolult, bár hogyha mutatom, tehát három gépelt oldal, most nem fogom, ne haragudjanak önök felé fordítani, hogy miről is van szó. Tehát három gépelt oldalon keresztül erről az egy tortáról van szó, hogy hogyan kell ezt elkészíteni és milyen alapanyagból mennyit kell hozzámérni, hanem egészen egyszerűen azért titkosították, mert voltak olyan, sajnos olyan galád cukrászok vagy cukrászatok, senkit nem akarok megbántani ezzel, akik nem az adott recept alapján készítették a tortát, és ezáltal, mivel nem ragaszkodtak hűen a recepthez, bizonyosan elolcsosították magát az ország torta, mint nevet. És ezen szeretnénk mi a Cukrász Szövetségen belül változtatni, és ezért a kongresszuson úgy döntöttünk,
hogy ezt a receptet december 31-ig mindenképpen titkosítjuk, és csak azon tagjaink számára tesszük elérhetővé, akik ezen nem változtatnak. És egészen egyszerűen nagyon érdekes, hogy hogyan jut el a cukrászatokhoz ez a recept, ha ennyire nagyon titkos. Nos, hát elmondom, úgy történik a dolog, hogy kapunk egy e-mailt a országos szövetségtől, hogy kiválasztották az ország tortáját, és az mi lett. És amennyiben mi szeretnénk ezt megtudni, hogy hogyan készül, akkor egy titoktartási nyilatkozatot kell aláírni, ezt visszaküldeni e-mailben, és akkor megkapjuk a szükséges jelszavakat és elérési kódokat ahhoz a weboldalhoz, amit a Cukrászövetségen belül üzemeltetnek, ahol le tudjuk tölteni a receptet, illetve a fotókat és a videókat, hogy hogyan készül a torta. De ezen felül egyébként szerveznek a szakmán belül olyan találkozókat, olyan bemutatókat, ahol az ország tortájának a próbasütését bemutatják, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, hogy még véletlenül is legyen félreértés, és ennek az a célja, hogy az ország minden szegletében, de azért mondtam minden szegletét, tehát Budapesttől egészen Szegedig vagy Győrig, mindenki egyformán tudja ezt elkészíteni, és minden vendég ugyanazt az ízt és ugyanazt a harmóniát érezze, amit az alkotó kitalált. És én azt gondolom, hogy legyünk annyi tisztelettel a szakma iránt, hogy ne változtassunk egy recepten, csináljuk azt úgy meg, ahogy azt kitalálták, nem véletlenül van ez így. Visszatérnék egyszer arra a dátumra, amit mondtam először, december 31. Nem véletlen ez a dátum, mert ugye a Magyarország tortája, mint olyan név, nem a Cukrászövetség tulajdona, hanem a magyar állam tulajdona, és a magyar állam úgy döntött, hogy december 31-től ezt ugye publikussá teszi, és mégpedig azért, mert én úgy gondolom, hogy addig szükséges az, hogy a magyar élelmiszer könyvbe ez bekerüljön. És hogyha onnantól kezdve bekerült, akkor ugyanúgy, mint a dobos torta, csak azon recept alapján készíthető. És innentől kezdve, ha egy magyar élelmiszer könyvbe bekerült egy recept, mondom, Rákóczi túrós, dobos torta, krémes, akkor az csak úgy, ahogy abban le van írva, úgy lehet elkészíteni, mert ha nem úgy készítik el, akkor ezért büntetés járhat. Úgyhogy szerintem ezt már nem fogják megkockáztatni bizonyos otthon sütögetők és házi cukrászok. Úgyhogy kérem önöket, hogy olyan cukrászdában, ahol látják azt a kis táblát, amit az országos szövetség kiküld, egy ilyen kis aranyszínű tábla, rajta van a logója, ott vásároljanak ebből a tortából, és ennek higgyék el, mindenhol az egész országban egyforma ízűnek és egyforma látványúnak kell lennie. Kedves nézőink, és a film ahogy forog tovább, úgy haladunk tovább. Kevesebbet fogok talán beszélni, mint ugye eddig, de nekem nagyon fontos ez a téma, hiszen úgy érzem, hogy tényleg ezeknek a dolgoknak a tiszteletben tartása és betartása nagyon fontos mindenki számára. Előhoztam egy olyan betöltött tortát, amit a próbasütés alkalmával készítettünk, és most eltávolítom róla a tortakarikát, hiszen ugye ezt egy tortakarikában töltjük. Fogjuk, és óvatosan leemeljük róla, és hogyha ügyesek voltunk, akkor nem fog szétfolyni. Hát persze, hogy ügyesek voltunk, hiszen betartottuk a pontos receptúrát. Kicsit elhelyezzük a hűtőszekrénybe, a tetejére rátesszük a dekorációt, felszeleteljük, és utána voilà, kész a torta, meg fogom önöknek mutatni, hogyan is néz ki ez belül, mert ebben van egy belső dekoráció, egy vágásfelületnél nagyon szépen lehet majd látni a különböző rétegeket, a fekete ribizlit, a sós, enyhén sós karamellás tejcsokoládés réteget is. Kedves nézőink, az ország tortájából felvágtunk, egy szeletet elhelyeztünk erre a tányérra, és amit most önök látnak, az alul ugye a mogyorós habtészta, azon található egy ropogós réteg, nagyon-nagyon vékony, az lehet, hogy szabad szemmel nem látható, viszont a fogyasztásnál érezhető. Van benne egy tejcsokoládés enyhén sós karamell réteg, van benne egy fekete ribizli réteg, amit szépen közre fog ez a mogyoró musz, ami nem földi mogyoró, tehát ne felejtsük el, török mogyoróról beszélünk. Tudják, amivel a mókus is játszik a rajzfilmekbe, egy tejcsokoládés bevonat, illetve a saját krémjéből, ebből a karamellből található rajta egy kis pötty, és egy picike ribizli zselé fedi be. Gyakorlatilag ennyi az ország tortája. Higgyék el nekem, egyébként nagyon finom. Várjuk Önöket szeretettel augusztus 20-án, ahol Önök is megkóstolhatják egy bemutató keretében az ország tortáját.